Béla hol van? Nem tudom, mindig késni szokott. Szinte tudtam. Miért nem lep meg? Na mondjad, Béla, a stúdióban vagyunk. Gyere, siess, mert megint elkésel. A few moments later. Jézus Mária, ki az a szürke nő? Úgy érezted, hogy ilyen fontos forgatása? Nem tudok eljönni időben? Miért kellett rám telefonálni? Béla, ne izmoskodj! Hol vannak már a fiatalkori izmai? 5 másodperc és kezdünk! Köszöntöm a kedves nézőket! Vagy mondod inkább te? Hát azért, mert nálam van a szemüveg, azt nem eszem, hogy látok is. De ha látok, akkor nem biztos, hogy olvasni is tudok, úgyhogy mondja csak nyugodtan. Ez itt a Neo TV. A mai adásban szó lesz az Észak-Magyarországra betévett medvéről, melyet legutóbb a következő helyeken láttak. Most ez mi történt? Bővebben? Szerintem elment az áram. Mi vagy te, villanyszerelő? Értek mindenhez. Hát erre számítani lehetett. A megmelegedett energiaköltségek egyébként se vállalhatók, oly mértékű a növekedés, hogy a televíziót sajnos be kell zárni. Na végre, nem is baj, elvégre már úgyis a Bahamákon nyaralok. Azonnali hatályba kérem az igazgatóiba Csík Bencét, Csíki Barbarát és Kormos Dorkát. Eljött a ti időtök. Tudom, hogy régóta vártok erre. Átadom a híradót. Működtessétek felelősséggel. A feltételem viszont az, hogy ezt ingyenesen. Rendben, lenne egy feltételünk. Csak olyan híreket mondunk, amelyeket mi szeretnénk. Akkor próbáljuk ki. Hú, jó, működik. Jól van, akkor csinálom én az időjárás jelentést. Jó, Bence, akkor kezdjük. Szeretettel köszöntjük a kedves nézőinket, ez itt a Neumann TV. Örömmel jelentjük be, hogy a megszokottól eltérően most tőlünk hallatják a híreket. Így van, köszöntjük Önöket. A mai adásunkban szó lesz az energiaválságok okozta károkról. Továbbá lerántjuk a leplet Martin, Kristóf és Tamás letartóztatásáról is. És természetesen nem feledkezünk meg a megemlékezéséről a tragikus körülmények között elhunyt tanárunknak sem. Már is kezdünk! Szobámban egy Netflix and chill. Attól függ, van nálad? Nálam mindig van. Meg van. Goldberem. Gyümölcslével a Haribótól. A nehéz gazdasági helyzet miatt a diákok mindenhol keresik a kreatív lehetőségeket, hogy segítsék az iskolát. Így van. A legújabb ötlet az az, hogy a tesi órákon tekernek a diákok a különleges bicikliken, amiken áramot termelnek, és természetesen teljesen önszántukból. Jaj, már megint nem öltöztek át! Nem baj, így is fognak dolgozni! Tekerd már, ne ilyen lassan! Gyerünk! Tegnap letartóztatták a 11H diákjait illegális termékbirtoklás és csempészet vádjával. A rendőrök nem kímélték őket, és mihamarabb a rendőrök se vitték, hogy átgondolják tetteiket. Egyébként nem értem, hogy gondolták azt, hogy ilyen jó dolog reggel, fényes nappal ilyet csinálni.
Szóval a kétes eredeti termékeket az iskolából akarták kicsempészni. A dohánykommandó azonnal hajszolni kezdte a kétettes furgonját, és egy durva autós üldözés után csupán két utcával arrébb a kommandósok le is tartóztatták őket. Jó napot kívánok! Kérem, hagyják el a járművet, letartóztatjuk Önöket. Remek uraim, most pedig hajoljanak előre, tegyék hátra a kezüket. Nyugodjanak meg, kesztyűs kézzel fogunk bánni Önökkel. Hú, basszus! Gyerünk már, nyomjad neki! Nyomom! Ez meg mindjárt utolérnek. Nem látom a nagy fejettől az utat se rendesen. Haladjunk már! Akkor sportmód! Hát nem lettünk gyorsabbak. De jó van, ezzel nem segítesz! Ki ez egy parkoló? Hát mondjuk hajtsát a kerítésen. Te normális vagy ember? Mit csináltam? Majdnem leráztak őket. Én nem töröm össze a kocsit, inkább ülök a sitten. Ejj, de ráz ez a rendőrautó. Igazából hova is megyünk? Milyen szép ez a rendőrautó belülről. És milyen jó illat van. Zenét tehetek be, Bluetooth van. De azok ott a levék is, de nyugodtan, bátya! Mi ez? Skoda? Anyás, milyen motor van ebbe? 2000-es? 3000-es? Én meg talicskával járok. Kettő problémám van. Egy, nem tudom, hogy hová visznek, kettőt... Olyan meleg van hátul, klímát lehet kapcsolni? Be se kötöttem magam amúgy. Maguk egyáltalán figyelnek? Srácok, álljunk már meg itt, amekibe kajás vagyok, ti nem? Elnézést, ez itt dohányzó fülke? Aztán, ezek nagyon jó nők voltak. Hol? Álljunk már meg itt, meggondoltam magam, haza akarok menni. Csapjátok fel a villogót, halljak meg, húzzátok le az ablakot, hadd lássák, hogy engem visznek. Szétunom magam, dobd hátra a zseblámpát, hadd babráljak vele. Rakjatok egy kis korintát, ezt már nem hiszem el. Van egy kisfánk a hátsó ülésen? Hát, ezek hülyék. Ezek tényleg teljesen hülyék. Tragikus körülmények között hunyt el a 11H tanára. Tanár úr a nivágból lefelé jövet, nem vette észre a frissen mosott lépcsőt, és a vigyázz csúszik tábla mellett leesett. Mindenki búcsúzik tőle. Kérjétek oda, kérjétek oda! Kisgyi! Ezt nem. Hallottam, mondták, mi történt veled. Tessék, itt az egyik Airpod. Meg mi ez az átmenet? Gyere, megigazítalak. Mi ez a bűz? Te kis Prada Black. Elhanyagolod magad. Meg egy kis fehér összeres tekem. De a fogakkal is törődik el. Te kis orrádi. Jaj, Jim, Isten nyugasztálja. Nem baj, úgyis az éjjel csináltam be a dagdókat. A pandémiás időszak alig egy éve ért véget, de még mindig nagyon-nagyon elevenen él az élmény minden emberben. Az ügyről egy szakértő orvost és asztronautát kérdeztünk meg, és hallgassuk is most, hogy mit nyilatkozik. A járványhelyzet nagyon sok nehézséget okozott. Egyre nehezebb volt fogadni a klienseket és kielégíteni igényeiket. Eltérő tünetekkel és kérésekkel fordultak hozzám, bár én ebben már nagyon rutinos vagyok. Az orvostudomány mélyreható kutatásainak köszönhetően készséggel tudtam kezelni pácienseimet. Ez az! Nagyon jó. Hamarosan megkezdődik a diáknap a Neumannban, és... Béril van, várjál. Most? Ez nagyon jó lett. Jó. Szóval, ahogy említettem, nem sokára a diáknap, és megkérdeztük az utcaemberét, hogy mit vár az idei diáknaptól.
Köszöntöm kedves nézőinket innen a helyszínről, ahol az utcaemberét kérdeztük, hogy mit vár az idei 2023-as diáknaptól. Mire számít az idei diáknapon? Nem nyilatkozom. Hogy legyen mindenki parkosítva, és hogy érdemes legyen, ki lehessen menni a pályára. De valahogy ő csak tájékozódott az idei jelöltekkel kapcsolatban. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Számítatok, de szerintem jók. Legyen tánc. Mire számít a 2023-as diáknapi programokat illetően? Hát az az igazság, hogy szeretne mindenki valami jobbat csinálni. Mondták, hogy itt csinálnak, lesz itt ilyen univerzális balhé, bulikat csinálnak. Elnézést, de mi az az univerzális balhé? Nem tudom, én csak hallottam, hogy dobtak fel ilyeneket is. Mondjuk hát azt szeretném, ami volt 4-5 évvel ezelőtt. Ami eddig is volt. 4-5 évvel ezelőtt. Kavajabb mondom. És elmondja nekünk, hogy mi volt 4-5 évvel ezelőtt? Hát most mondtam el. Meg, hogy ilyen programok legyenek. És hol legyenek programok? A beparkosított területeken? Az aulában. Legyenek tánc, vagy valami, meg hogy jól csinálják ezeket a programokat. Hogy a táncok legyenek csinálva normálisra, mert voltak olyan táncok, hogy az síralmas. Tehát, hogy csak jók legyenek a bulik, tehát, hogy azért jó legyen. Na. És ön tudja már, hogy mi alapján teszi le a voksát? Igen. És az nehéz döntés volt? Döntéstek nehéz döntés volt, de döntöttem. És ilyeneknek van szóval az új joguk. Nem se hiszem. Nem baj. Mindegy is, kapcsoljuk a kolléganőnket az időjárás jelentése. Köszönöm a szót, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ez itt a Neo TV időjárás jelentése. Biztosan nagyon izgatottak már, hogy milyen időjárás várható az elkövetkezendő napokban. Sajnos csapadékos időjárásra lehet majd számítani. És ma reggel ezt a nagyon érdekes viharképet kaptuk, amelyen jól láthatóan kirajzolódik, hogy a felhőzet Észak-Magyarország felől behatol majd térségünkbe. A hőmérséklet 9 fok körül fog ingadozni, úgyhogy hölgyeim, ne feledkezzenek meg védekezni a hideg ellen, és vigyenek esernyőt magukkal, mert kemény és heves esőzésekre lehet majd számítani, ami az allergiásokat illeti, mindannyian Isten kezében vagyunk. Nyugodalmas vagy kevésbé nyugodalmas jó éjszakát kívánok, most pedig már is kapcsolom a... Egy porszívó, meg te... Kusolj már! Elnézést. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket. A holnapi adásban szó lesz. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra. Viszontlátásra. Hát ezt megcsináltátok. Nagyon jó. And hello, welcome to the BBC News. And actually we have some news today because we have competition. The hot news part of the Noi TV network has now achieved an audience of zillions. And to celebrate this, they had an immense party. In fact, I'm struggling for words to describe it. And I think the best fucking awesome would just about cover it. And if you weren't there, then you just consider yourself a loser, but without the headache. Baki van, mi a f***? Baki nincs, bírja! Hát az a baj, hogy belelógtam. Igen, f***ed meg! Fájt, Marci? Nem, de vagy. Jó, van a Havinton, nem. Sokszor lesz a... Ne. De vagy a hülye! Nagyon komolyan! Te még merészeled nekem azt mondani, hogy...
ami én ezt nem mondtam volna helyetben.